trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom, buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means, king of the road. Az átverés mestere. Hogy vagy, Zaki? Szeretném eladni a lakókocsit. Itt van egy kis kerülve. Ennyi elég lesz? Persze, hogy elég. King of the road, I know every engineer on every train, all of their children and all of their names, every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. Eladó. King of the road. Szép jó napot, asszonyom. Elnézést a zavarásért. Köszönöm. Nem veszünk semmit. No, nem is arról van szó. Most csináltam meg egy kocsi feljárót. Eltüntettem a repedéseket. Megyek vissza a műhelybe, de látom, hogy a feljárójuk... Ez csak víz rám, mama. Hello, hogy van ezen a szép napon? Épp most mondtam a mamájának, hogy láttam, a feljáró eléggé lepusztult. Maradt egy kis tömítőanyagom. Már ki is van fizetve. Csak a szemétbe kerül, ha nem használom el, és gondoltam, maga is szívesen megtakarít egy kis pénzt, ha megcsinálom. I know every engineer on every train, all of their children and all of their names, every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. Ó, már tíz is vagy, és milyen szép lesz. Írta Jim McLean. Mennyi lesz? Hát akkor minden jót. Rendezte Jack Gray. No, digitalizálódott, de most már biztos, hogy nem lesz váratlan égi arra. A rohadék. Évvárra is várjuk hívásaikat. Hé! Mi a felét csinál maga? Hé! Ez az én lakókocsim. Már az enyém, haver. Most fizettem 8000 dollárt annak az ember. Kinek? Nekem azt mondta, hogy a társad. Mi a francért adtam neked a pénzt? Hé, maga, ne menjen el! Állj! Ne! Beszéljük meg szépen! Csupa fül vagyok! Figyelj! Csak szívességet tettem. A típusból láttam, hogy unokatestvér vagy, és tudtam, hogy mindkettőnknek jó üzlet lesz. Itt volt az áru, jött a vevő, az Isten is így akarta. Hol van a pénzem? Nálam, kuzin, mind a 7000 dollár. Hetet mondtam volna, 7500, várj! 8000-et akartam mondani, itt van mind a zsebemben. Itt van, tessék, hiánytalanul megvan. Azért egy kis jutalék méltányos lenne, vagy nem? Te egy rohadt tolvaj vagy, bácsikám! Vigyázz a szádra, legalább a kort tisztelhetnéd! Én is az országút lovagja vagyok. Miért? Ki a fene vagy te? A
Hannibálból mehetsz északra, délre, keletre, nyugatra. Onnan keletre csak az óceánig mehetsz. És ott 25%-kal rosszabb az üzlet, vagy nem? Az elmúlt 100 évben az is elég volt nekünk. Igen, pedig ugyanazt csináljátok, mint 100 éve. Kisipari munka. Haladj a korral. Nekem ez is megteszi. Hé, ne papolj arról, amit nem ismersz. Én csak azt mondom, akkor lehet kaszálni, ha az eszedet használod. Nem ilyen filléres munkákkal. Aha. Így is mindenem megvan, amire szükségem van. Nem keresem a bajt. De vagy rezelve az újtól? Én már csak ilyen vagyok, kuzin. Tudod, hogy nekem mi a lényeg? Úgy látom, most jön a nagy vallomás. Az ötlet. Ne. Az ötlet és az alkalom. Az is? Na hát. És volt ötleted és alkalmat, hogy elad az utánfutómat alólam, igaz? Akkor még nem ismertelek. És még most sem ismersz. Krisztus, hát még találkozunk, kuzin. Most meg hová mész? Rengeteg ötletem van a pénzszerzésre. Sokkal több, mint amit meg tudnék valósítani. Egy újabb jó ötlet, mi? Csak tudod, mi kellene? Elegem van az ötleteid. Egy partnerre van szükség. Aha. Te ügyes gyerek vagy. Te meg én nagyot kaszálhatnak. Sajnos nem jó a csapatmunkám. Próbáld meg, hát, ha nem igaz. Köszönöm, WD, de az ünnepre haza akarok érni. Nélkülem meg se tartják. Pedig most biztos a nyertes oldalon lehetnél. Hé, még a jutalékomat sem adtad ide! Akkor mi legyen ezzel, fiatalul? Úgy volt, hogy valaki kijön ide elé. Az Mr. O'Hara? Igen, nem gondolja, hogy elkésett? Ha az Mr. O'Hara, akkor nem. Közülük való? Apám volt közülük való, de az anyámért otthagyta őket. Anya halála után se jött vissza ide. Azt mondta, hogy nem fogadnák vissza, mert elvette az anyámat. Persze, most már visszafogadják, nem? A halál minden vitának véget vet. Nem hittem volna, hogy ekkora felhajtás lesz. Nem is miatta jöttek ki. Jegelnünk kell a halottaikat a húsvéti temetésig. A rögbi és a húsvét, csak ezekre jönnek, mint haza. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Isten kegyes fiam. Atyám. Fogad részvétemet. Kellemes utat vissza Philadelphiába. Maga Jack Costello? Jack Costello a főnök. Én Pat vagyok. A telefonban azt mondta, hogy szívesen látnak. Azt mondtad, kösz. Én meg azt, hogy szívesen. Ez téged nem jogosít fel semmire. Mi rosszat tett magának az én apám? Azt, hogy beleszeretett az anyámba, hogy elhagyta a családot? Mi ebben a rossz? A magunk életét éljük. A magunkét. Ez nem a tiéd. Eredj oda-vissza, ahová tartozol. Nem érti a gyerek, mi? De most már felfogta. Nagyi! Bárki! Itt vagyok!
Mikor volt itt szellőztetve? Ilyen sötétben csak a gomba nő. Hogy vagy, Nagyi? Áthás voltam. Igen? Hát neked hogy megy? Megyeget. Adhatok egy puszit? Hogy van a legszebb lány? Túl gyorsan él, túl lassan hal, mint minden más ember. Igen. Épp most jövök a temetésről. Short Lex is hazakerült. A többiek mellé temették, mintha mi sem történt volna. De remélem, rendes volt vele a család. Amennyire megérdemelte, idegennek itt semmi helye. Miket beszélsz, gyerek? Short Lex közülünk való. A keresztfiam volt. A szívem egyik darabja. Az ember eltévedhet az élet országútján. De ha egy igazi utazónő szülte a világra, akkor az az ember a halála napján is utazó. Utazónak született, és utazóként temették el. Ezt senki se vitatja, de egy kívülálló kölyök nem jöhet ide. Az anyja volt a kívülálló, az igen. De ő az apja vére. Az nem válik vízzé. Kedves lányom, ide figyelj, ha te azt hiszed, hogy nincs jobb dolgom, mint Georgiába furikázni után, hogy letegyem az óvadékot érted. Jack Fern, az apám azt mondta, hogy bár... Az apád elhagyta a családját. Teszek rá, hogy mit mondott az apád. Dobjátok ki ide. Azt mondta, jogom van a születésem jogán. Ha itt akarok maradni, még maga sem zavarhat el, jogom van hozzá. Egy nagy lószart van jogod. Igaza van. Nincs jogom, mert semmim sincs. Maguknak meg mindenük van. Nekem munka kéne, munkahely. Ez itt több, mint egy munkahely, öcsi. Az apám vére vagyok. Dobjátok már ki innen úgy, hogy vissza se jöjjön. Várjatok egy kicsit. Közülünk való, nem? Mert szerintem nem idegen. Tévedhetek, de én kipróbálnám. Ha tévedek, kibelezem és kidobom. Senkinek sem árt, ha kap egy esélyt. Magammal viszem. Rohadtul meg tudsz lepni néha. Gyere, kuzin, nézzük meg, maradt-e még neked egy üvegsör. Kösz. Mit jelent ez a kibelezem és kidobom duma? Szeretik az ilyen dumát. De ha kell, megteszem. Hé! Na? Nagy voltál a táncmulatságon. Merészek srác vagy, mondhatom. Nem érdekel a főnök se, ha valamit akarok. Ez nagyon tetszik. Két vagyok. Pet. Petóra. Nincs jobb dolgot, te lá? Apa. Tudom, hogy oda akarsz ígérni Kennek. Nem erészel.
Na tessék. Mi? Mi? Szétrúgják a segget, ha kikezdesz kéttel, és én nem mentelek meg. Olyan gyönyörű. Az. Meg a nap lemente, de azzal se fogsz ágyba bújni. A főnök annak adja a lányát, akinek akarja. És nem hiszem, hogy te állsz a lista élén. Azt hogy érted, hogy adja? Te aztán semmit se értesz, igaz? Odaígéri valakinek, eladja. Meg is alkudnak a lány árában. Itt minden lánynak megvan a férje 16 éves koráig. Micsoda? Bizonyám, hogy az ilyen kis kakasok ne nyúljanak a bugyijukba. Hülyeség, ha engem kérdezel. Hát, itt ez a szokás. Ez a mi erőnk. És veled mi van? Mi lenne velem? Neked is választottak? Igen, nekem is. És? Inkább fejezd be a mosogatást. Keresel valamit? Te vagy! Azt hittem, az apád az. Hát örülhetsz, hogy nem ő az. Elég nagy zaj csaptál, megörültél? Mász ki! Beszélni akartam veled, meg akartam kérdezni, hogy... Gyere! Mondjad! Hát, csak beszélni akartam veled, hogy ez az otthonom, és hogy a klánhoz tartozom, ezt akartam elmondani. Van fogalmad arról, hogy hová kerültél? Ez egy egészen más világ, mint amihez szoktál. Ne hidd, hogy csak úgy befogadnak. Szerinted nem fogadtak be? Azt én nem tudom. De ami kettőnket élet, gyorsan megtudjuk. Mert ha te komolyan ezt akarod, akkor ezért mindenedet fel kell áldoznod. És ez mindenre vonatkozik? Mindenre, drágám. Most csak arra kell vigyáznod, amire mindenkinek nagyon kell. És akkor rájössz, hogy a dolgok mindig elrendeződnek. Gondold végig. Ezen nincs mit gondolkodni. És mi a terved? Greenville felé megyünk, és szerzünk egy lakókocsit. Utána meg hátszéllel. Azt se tudod, hová megyünk? Most mondtam, Greenville-be. Vagy rajzoljam fel az életedet egy térképre. Csak jó tudni, hogy mi következik. Azt időben megmondom. Kérhetek valamit? Mi az? Ne pislog. A igazítás, megértetted? Rendben.
Fizetnék, de csak 50-esen van. Azt hiszem, elbánok vele. Maga is ír? Annak látszik a vörös haj meg minden. Van bennem némi írvér. Lehetne még több is. Csak vicceltem. Jaj. Elnézést, nem is értem, de az írnők megőrítenek. Régóta lehet már az úton kaupoly. Azt hiszi, hazudok? Bocsánat, fel tudna váltani egy 50-est? Sajnos nem, de ez a fiatal ember biztos tud. Most adtam oda neki az összes aprót. Viszontlátásra. Azért köszönöm. Fel tudja váltani? Ha egy ilyen kis szart nem tudsz eljátszani, akkor hogy a fészkes fenébe bízzak rád egy komolyabb szerepet, ha? Sajnálod. Sajnálod. Na gyerünk, szállj be a kocsiba. Úgy se adott volna. Ne dumálj már vissza! Jézusom, már 5 éves koromban meg tudtam csinálni. Tudod, el kéne mennünk oda, ahol te laktál, mert az az érzésem, hogyha ott mindenki ilyen, én meggazdagodnék. Bocsánat, még sosem csináltam ilyet. Akkor meg figyelj és tanulj. Igen? Menni fog. Az az érzésem, hogy ez itt még szűz terület. A kék ég országa, úgy hívják. Szüretelünk. Azt akarom megkérdezni, hogy milyen nyelven beszélt a főnök odahaza? Mikor? Valamit gajdoltott, amikor a táncmulatság volt. Gondolom a gélikről beszélsz. És te értetted, hogy mit mondott? Persze. Sokszor használjuk ezt a nyelvet. Honnan származik? Még otthon. Na is gondolom onnan. Most ez ír vagy gélik? Egyik sem. Már saját életet él. Na de miért használjátok? Mert kizárólag mi értjük. Ők nem. Jó napot! Jó napot! Viszél hozta magukat? Innen nem messze dolgoztunk, és láttuk ezeket a nagy magtárakat, gondoltuk a tetőn van mit szigetelni, és mivel maradt még egy kis anyagunk, ami csak pocsékba menne, maguknak se jönne rosszul. Én mondom, fiúk, magukat a jóisten vezérelte erre. Ebben ázott el a gabona. Nekem van a legnagyobb lukam Észak-Karolinában. Veszélyes a munka odafent. Ez legalább 300-ba fog kerülni. Rendben. Rajta, öcsi, nyomás fel és kencészd be jól. Azt se tudom, hogy hogyan kell csinálni. Csak óvatosan, egy rossz lépés és már ide lent is vagy. Eddig egy szóval sem mondtad, hogy ez egy veszélyes munka. Miért? Te láttál már nem csúszós fáradt olajat? Eddig egy szóval sem mondtad, hogy ez csak fáradt olaj. De azt mondtam, hogy ne pislog. A francba. Nesze, kösd ki magad valami, ez akkor nem lesz gond. Tériszonyom van, Bucky. Most csak viccelsz, ugye? Képtelen vagyok rá. Mi a francra vagy te képes? Vigyázz az utamból, majd én felmegyek. Bocsánat. Na, azzal sokra megyünk. Menj már az utamból, gyerünk, menj le a kocsihoz. Na! Nyápic. Vadászni megy? Ja, meg lehet. A rokonaim már jártak itt a baj. A rokonaim? Nem értem, mire gondol, uram. Nekünk nincsenek rokonaink. Nagyon is jól értettek, kis faszkalap. Ismerem a trükköt. $200 kérsz a tető szigetelésért, az eső meg lemossa. Ez szörnyű, de nem mi voltunk azok. Az egész végigfolyt a hombár falán. $2000 festést tettünk rá. Aztán a földön belefolyt a kútba. $7000 tisztítattam ki. Meg kell válogatni, hogy kivel köt üzletet, mert nagyon sok szélhámos járja az utakat. Mutasd meg, mi kerül a tetőre? Tessék. Ez a legjobb szigetelő. Ne azt. Azt, ami a dangban van. Uram, nem akarom megbántani, de nem gondolja, hogy a viselkedése meglehetősen furcsa. Felejtsük el az egészet, jó? Egyikünknek se hiányzik a balhé. Lássuk, mi van a tankban. Rohadék! Bucky!
egy szóval sem mondtad, hogy nem szigetelünk! A rohadt kölyök a szentségét! Ott a puska rendszert a segít! Szüretelünk, mi? Szűzterület, mi? Ezek majdnem megöltek minket! Húzd le a fejed! Hallottad a véhülyét? Aztán a földön befolyt a kódba! $7,000! Halló? Kate? Igen. Ugye tudod, ki vagyok? Nézze meg ezt a biztosítást. Ki telefonál? Gondolkoztam a dolgon, remélem te is. Kivel beszélsz? Halló? Van egy jó hírem. Halló? Készülj fel, kislány, jövök és elviszlek. Itt leszek. Téves hívás. Kit hívtál, Kétet? Ugyan, csapjunk a lovak közé. Indulás! Csak azért járok ide, hogy láthassalak. De semmi eredmény, ha csak az nem, hogy mindig berúgok, mint a disznó. Én pont azt szeretem egy férfiban. Ne kínozd már tovább, Jean. Ártalmatlan jószág. Hello. Üd. Mit adhatok, uram? Martinit kérek. Ez itt nem a Ritz. Kérjen valami normális. Ó, bocsánat. Egy üveg sör is megteszi. Honnan jön? Atlanta. Üzleti úton vagyunk. Milyen üzletben utazik? Ékszerek. Nem túl fiatal még maga az ilyen munkához? Az apámé a vállalat. Á, jó dolog a saját üzlet. Igen, az. De szép. Ez egy régi családi erekje. Gyönyörű. Az. $2 lesz a sör. Tartsa meg. Kösz. Úgy látom, nagyon jól mehet az üzlet. Én pedig szeretek költekezni. Az jó, köszönöm szépen. Mindenkit meghívok egy üveg sörre, a többi a magáé. Wow. Köszönjük. Kösz, haver! Köszi! Szívesen! Köszönjük! Tűzöm, elveszett, nem találom. Á, biztos, hogy itt van valahol. Már megnéztem. Valaki kisétálhatott vele. Nem, nem olyan emberek ezek. A pultnál már kerestek? Nem. Az apám megölérte. Az öreg apjától kapta. A szentségét. Kérem, néhány napig biztos itt maradunk. A Sunset Motelben szálltunk meg, tudja melyik az? Persze, itt van az utcában. 125-ös szoba, a nevem Jim Tom Clark. Nem felejti el? Jim Tom Clark, 125-ös szoba. Vissza kell szereznem. $1,000 készpénzt adok a megtalálónak, azon nyomban. Megteszek mindent, hogy visszakapjam. Holnap este visszajövök. Ha megtalálja, hívjon fel, azonnal idejövök. Ne feledje, $1,000 készpénz annak, aki megtalálja. Most te jössz. Tell me the truth.
Szüretelünk! Hello! Mit adhatok, uram? Hello! Egy sört, a helyi specialitás. Hozzom! $2 lesz. Meghívhatod magát? Nem, de a borravalót nem utasítom vissza. Parancsolj! Köszönöm, nagyon kedves. Kérek egy viszkit is gyorsítónak. Két marokkal? Adom már is. Régóta van már itt? Pár hónapja. Csak a válásom után költöztem ide. A férjének elment az esze. Az neki nem is jött meg. Fizetem is. De nehezen jön ki. Ilyen ez. Hát ez meg mi a fene? Nézze csak. Jöjjön csak velem. Kérem. Az enyém. Tényleg? Ó, igen, már egész este kerestem. Még az apámtól kaptam, olyan családi gyereke féle. Maga nem hisz nekem? Mi olyan hihetetlen? Akkor miért hívott ide félre? Mert ez a dolog csak kettőkre tartozik. Semmi közük hozzá, nem kell, hogy erről beszéljenek. Na, visszaadnánk, kérem. Azt hiszem, jutalmat érdemelnék. Jól van, rendben van, úgy van. Adok érte $5. Úgy látom, kevésnek tartja, mi? Jól van, 10. Tudja, mit gondolok? Mit? Nem hiszem, hogy ez a magáé. Az a gyanúm, hogy át akar verni engem. Maga kezd idegesíteni. Kap érte $100. Még most is olcsó. Úgy érzem, hogy ez többet ér. Akkor hívom a rendőrséget. Legyen 200. Kezd érdekes lenni. Legyen 400. Nem. 5. Az előbb 400-at mondott. Aztán 5-öt, most pedig 6-ot. Na álljon már le, egy pillanat. Befejezte? Adok magának $500, mert már csak az érzelmi kötődés miatt. Drágám, maga okos is, meg szép is, de most az egyszer nagyon nagyot hibázott. Honnan lesz magának $500? Már most is van. Maga aztán rámenős, tudja? Igen, az. Kérem. Meggondolta? Itt a pénze. Jó egészséget hozzá. Süljön ki a szeme. Vigyázzon magára. Clark. Jim Tom Clark. 125-ös szoba. Ez biztos? Ez a Sunset Motel? Az a nő nem semmi haver. Jó bőr volt, én mondom. Ravasz róka. Az bizony. De azért mégis bekapta a csarétket. Túl nagy volt a csábítás. Azt hitte megfogott. Mondhattam én ott akármit neki. Oda se figyelt rám. Azt hitte megfogott, és nem eresztette a zsákmányt. Meg kell hagyni, keményen küzdött. Igen. Igazad van, ravasz, mint a róka. Tegnap este óta nem látták.
A pincér azt mondja, kirúgták, mert a pénztárból vette ki a pénzt. Akkor ennyi, húzunk el innen gyorsan. Egy kilométerrel lakik innen. Megmondták, melyik házban. Nem áll. Mit nem? Hello? Hello? Nincs semmi baj odabent? Jól vannak? Nincs semmi bajuk? Bemegyek le. Hello? Mama! Bejövök. Minden rendben van? Nincs semmi bajod? Hol van a mamád? Nem bántalak! Ne kiabálj! Mama! Nem bántalak! Harold, ez ember! Hagyja már! Már le! Hagyja már! Jézusom! Jim, Tom! Maga! Ne bántsa! Rendben van! Jó van, nem bántom! Ezt miért csinálta? Jó van! Semmi baj. Semmi baj, kicsim. Nem fognak bántani. Semmi baj. Jól van a lány? Nincs, hála magának. Amikor bementünk, már kiabált. Fáj a füle. Gyakran előfordul. Éppen orvosságért szaladtam el. Francba. Sajnálom, hogy kirúgták a bálból. Oroszlán része volt benne, igaz? Hagyjuk ezt, add már oda a pénzt és húzzunk innen. Nem kell ez a bájcsevej. Várj a kocsiba. Mi? Szállj be a kocsiba. Itt a pénze. Ettől még nem vesznek vissza. Akkor kölcsel. A kitűzője. Emlékszik, $5 ajánlott érte. Hát körülbelül annyit ér. Mondja, miért jött vissza? Azt magam sem tudom. Vigyázzon a kislányára. Maguk ketten szép kis páros. Kizárólag utazóknak árusítanak. Jönnek ide írek, skótok, angolok, sőt, már vannak törökök is köztünk. De még azok se adhatnak el itt szarárut. És mi az üzlet? 5 lepedőért veszem a lakókocsit, és egy jó kis mesével 10ért eladom 2 napon belül. Nincs rajta költség, nincs vele gond, tiszta sor, sőt, még meg is köszönik. Mi bajuk van? Semmi. Az első pár hónapban. Hé, Szemi, mi újság? Hogy vagy, Maki? Örülök, hogy látlak. Hogy vagy, fiam? Ah, itt van, né. Nézd. 8,5 méter, road rambler, komplett vadi új, személyes tragédia miatt sürgősen eladó, $10,000. Csak figyelj. Már útban van felénk a vevő. Úgy volt, hogy összeházasodunk. Ezzel mentünk volna országjáró nászútra. Hazatelefonáltam, és akkor a bátyám mondta, hogy a lány elment Los Angelesbe. Nincs esküvő, Isten áldjon. Azt hittem csak viccel. Most itt állok az összes pénzem ebben a lakókocsiban, és most mire használjam? 15 lepedő. Tudom, hogy veszitek rajta, de hát ez van. 47, 48, 49. 5 lepedő haszon, tessék. 2 neked, 2 nekem, 1 pedig Jack főnöknek. Neki mi köze ehhez? Hogy mi köze ehhez? Nem érted a lényegét? Ő tartja egyben a családot. Mi foglalkozunk Isten barmaival, ő pedig otthon vigyáz a boltra. És mindenkitől kap egy részt. Ez hihetetlen. És most? 1 hétig hirdetünk. Aztán megint leugrom Greenville-be, és hozok még egy lakókocsit. Te itt maradsz a telefonnál.
Nem segítene, kérem? Vagy végignézi, ahogy cipekedek? Jövök, hölgyem. Hol a konyharuha? Ott a fiókban. Ettől mindenki összeszarná magát. Nincs megtöltve, és nincs töltényem se. Mire jó egy pisztoly töltények nélkül? És mire jó töltényekkel? Még valakiben kárt tesz fel az ember. Akkor meg minek tartja itt? Ez még az ex-férjemé volt, de elvesztette. Ragaszkodom a tárgyakhoz. Én inkább elmennék aludni. Ó, korán van még arra, kicsim. Én is tudom, de fáradt vagyok. Gyere, adok egy jó étbuszit. Jó ét. Szép álmokat. Ne, ez őrültség, ahogy kezdődött az egész. Nem akarom, hogy olyat csinálj, amit nem akarsz. De még nem is ismerjük egymást. Nem vagyok az a fajta. Mutasd csak, hogy van. Azt hiszem, megtaláltam. Azt hiszem meg. Szia, lusna kutya. Jó reggelt. Nem sokat aludhattál. De jól vagyok. Igen? Akkor jó. Szia, csillag. És te hogy vagy? Én még tudtam volna aludni. Kényelmes ez a matrac. Már ami megmaradt belőle. Kávé? Erre felé dolgozol? Nyílbe ütök néhány üzletet Greenville-be. Ti még maradtok? Találnom kell valami munkát. Egy ideig még maradunk, de nem örökre. Hát... Ha legközelebb erre járok? Talán. Szóval legközelebb. A jövő héten. Vagy még ezen a héten. Hívjál előtte. Telefonál. Akkor telefonálj. Szia, Shane! Köszönöm, kicsi. Te meg mit keresel az ágyamban? Olyan büdös van, mint egy budiban. Mi a francot csináltál itt? A mozgás kejfel! Mász már ki az ágyamból! Mozgás, ébredj, megjött az újjáró. Hová tetted az érdeklődők listáját, Pet? Ha a seggedbe dugtad, akkor tudod, hol van. Hogy beszélsz velem, kölyök? Jól hallottad. A pénzemet akarom. Addig fingok az ágyadban, míg meg nem kapom. Mi a francokat hordasz itt össze? Csak, hogy megjöttél. Feladom. Szegényes a fantáziád. Nem. De bizony igen, elfuthatsz, de nem menekülsz. Hogy a fenébe jutott ez be? Azt hitted, lemondok a részemről? Hogy WD veszni hagyja a pénzét? Tévedtél. Gondolkozz már. Valaki azt mondja neked, hogy ő ez meg ez. Honnan a francból tudod, hogy igaz? Akárki is lehet. Legközelebb majd egy FBI-os fingja össze az ágyamat, nem ő. Tudta a nevedet, a nyelvünket, nem volt semmi kétségem felőle. Ugyan már, te még ezt nem tudod megítélni. Na, hogy tetszik? Jó, mi? A szívem szakad meg, hogy el kell adnom.
Azért vettem, mert úgy volt, hogy megnősülök, és ezzel akartunk nászútra menni. De akkor telefonált a bátyám, Pascal! És... Rákám, nem érzem jól magam. Uram, 9000 dolláron van, ennyi az összes pénzem. Tudom, hogy tizet kér, de megesküdtem, hogy a szülés előtt meg lesz a kocsi, és nagyon kevés már az időnk. Hát arra gondoltam, ha tizet kérek, úgyse kapok annyit. 9-et talán, de 7 vagy 8 is megteszi. Egy pillanat, hadd próbáljam, én megengeded? Bocsánat, nézzék el ezt a nagybátyámnak. Teljesen megzavarodott értik. A lényeg, 10 000 dollárt kérünk a lakókocsért, még pedig most. A szükség nagy úr, mi? 10 000. A hölgy talált még egy lepedőt a harisnyájában. If you got the money, I got the time, we'll go honky-tonkin' and we'll have a time. We'll make all the night spots, dance, drink beer and wine. If you got the money, honey, I got the time. There ain't no need to carry, so let's start out tonight. We'll spread joy, oh boy, oh boy. We'll spread it right. We'll have more fun, baby, all the way down the line. If you got the money, honey, I got the time. If you got the money, I got the time. We'll go honky-tonkin' and we'll have a time. Bring along your Cadillac. Ez az élet, fiúk. A jó élet, ha? Kedves az életemtől, hogy ilyen jó élet, ezt már szeretem. Tessék, nem ez lesz az első lakókocsim. Van kocsim. Ha elviszed, akkor a kölyök meg én nem tudunk dolgozni. Néhány dolcsi, hogy megváltoztatta a véleményedet. Mert unatkozom. De azért van valami nagy is a tarsolyodban, mi? Komolyan gondoltam, hogy kell egy társahoz a bulihoz. Az ajánlat még áll. Abból, ahogy itt erőszakoskodsz, azt kell hinnem, hogy nincs egy barátod se. Mi az oka? Kekec vagyok. Én is. Mondtam már neked, hogy nem jó a csapatmunkám. És a gyerek miért? Kérdezd meg. Nem úgy értettem. Hogy egy zöld fülüt vettél magadhoz? Jó okom volt rá. Vigyed, ezt még folytathatjuk. Beszélhetsz, míg megkékülsz. Elmenjek veled? Nem. Maradj itt és tarts szemmel a vén kakadut. Ez képes is még eladja alólunk a furgont is. Ahhoz a nőhöz mész, mi? Egy újabb lakókocsiért megyek. Hogy hol és kivel vagyok, ahhoz neked semmi közöd. Mi ütött beléd, ember? Egy kis helyi kurvára költöd az összes pénzedet. Fogd a szád! Azt hiszed, nem tudom? Há? Azt hiszed, hogy mázlistának érzem magamat? Mondok valamit, rengeteget tudok már. A családhoz tartozom. Lehet, hogy nálad is jobban. Úgy bizony. Ugyanazt csinálod, mint az öregem. Elhagyod a családod egy tüzelő szukáért. Az országút királya vagy, ezt akarod elveszíteni? Úgy fogod végezni, mint az apám. Betegen, elhagyottan. Nem, velem ez nem történhet meg. Én tudom, hogy mit csinálok. Jó. Akkor menj csak. Something going wrong.
Már menned kell? Igen, rengeteg dolgom van. De ideg van ma. Sajnálom, hogy menned kell. Igen, én is. Talán legközelebb tovább maradhatok. Igen, talán. Megvagyok. Na, akkor indulok. Adj egy puszit Shane-nek. Próbálok csendben kimenni. Jól van. Hát... Szia. Hé! Hey. Vigyázz magadra. Rendben. Bocsáss meg a tegnapiért, de nagyon felhúztál. Telefonáltak otthonról. Miért? A nagymamád nagyon beteg. Nagyi! Thank you.
percig se aggódj. Vigyázni fognak a nagymamádra a húsvéti temetésig. Kérdeznék valamit. Még nem mondtad meg a kölyköt? Hát, nagyon jól megy a munka. Ne hidd azt, hogy az én káromra tarthatom. Pedig azt hittem, neked teszek szívességet. Nem értem, miért vitatkozom veled, ha lenne egy fia. De nincs. Én vagyok a legjobb. De nem irigyellek. Tudja, hogy mibe keveredtél? Tudja, hogy te miben mesterkedsz? Ó, a rohadt gazember! Mi van? Itt hagytunk egy lakókocsit. Te látod valahol? Elvitte. A szemét. Itt hagytuk a kocsit azzal a vén, enyves kezű gazemberrel. Még le is zártam a szentségit. Lehet, hogy visszajön. A francba. Mit csinálsz? Itt ülsz és piálsz a helyet, hogy megkeresnéd a napi betevőt. Hol van a lakókocsi? Eladtam, kisfiam, másnap, hogy elmentél. Viszkit? Már is adom. Hol a fenében voltál? Szóval érdekel, hogy miket csinál? Engem csak a pénzem érdekel. Megvan a pénzed. Milyen embernek képzelsz engem? Hú, de ideges vagy ma. Szóval hol jártál? Kutatóúton, Louisville-ben. Az arany Fort Knoxban van, nem Louisville-ben. Az attól függ, hogy kit ismersz és mit tudsz. És persze te megtaláltad a telért. Megbizony, barátom. Van ott egy török főnök, és eléggé jól megy az üzlete. Azt hiszem, a siker a fejébe szállt. Azt hiszi, nyugodtan játszhatja kisgyed játékait. Egy újabb jó ötlet. Azt hiszem, nagyot kaszálhatunk, ha jól játszunk. Jézusom, te hajthatatlan vagy. Már megmondtam neked, hogy nem érdekel. Ha belekötsz egy törökbe, elvághatják a torkodat. Báki, ha kopogtatnak, ott kell lenni, hogy ki tud nyitni az ajtót. Double D, jegyezd már meg végre, nem kell sehol máshol ott lennem, csak ahol ott akarok lenni. Felteszem, tudod, hogy az hol van. Szörnyű gyanú támadt. Ha így gondolod, akkor mi a francot csinálsz itt? És velem mi lesz? Ide figyelj, van nekem elég bajom. Nem vagy már gyerek. Én a magam életét élem. Te meg a tiédet. Tudsz magadra vigyázni. Ha visszamegyek a táborba, mit mondjak nekik? Ha visszamész, azt fogják mondani, hogy menj el orvoshoz. Még találkozunk. Látod, visszajött. Én megmondtam. Örülök, hogy bízol bennem. Ti vagytok a világverő páros? Na, gyerünk munkára fel. Rendben. Kocsi nélkül. Akinek van egy jó ötlete, annak nem kell kocsi. Még találkozunk. Gyere! Hé, állj! Nem kell kiabálni! Nincs szükség rá. Ketten is megcsináljuk, ahogy mondtad, simán. Ide figyelj. Te jó gyerek vagy. De itt most nagyon mély vízről van szó. És nem szeretnék úgy beleugrani veled, hogy nem tudom, tudsz-e úszni. Mit kellene csinálnom? Mit akarsz tőlem? Mit kell bizonyítanom? Trükköt mutassak? Beismerem, hogy nem régen kezdtem, de nem csak itt van valami, hanem itt is. Hé, ez az én meccsem, és nem úgy játsszuk, ahogy te szeretnéd. Ez tarts tiszteletben. Ne kapálózz. Nem kapálózom. De ne mondd azt nekem, hogy ő meg tudná csinálni, és én nem. Mert ez nem igaz. Hát,
számot lehozod ide és elosztod. Nem, ez így nem jó. Mit is mondtál? Hányadikos vagy? Ez már nekem is magas, de komolyan. Gyere, drágám. Kicsim. Sén. Nem sokára jövünk. Rendben van, én nem megyek sehova. Tudtam, hogy rosszabbodni fog. Te is láttad, egyáltalán nem hall semmit. Azt hittem, hogy elmúlt, de az orvos szerint a tavasszal kapott meningitis csontszaporodást okoz a hallójáratban, a fül belsejében. Ha nem operálják meg, végleg megsüketül. Mennyibe kerül az a műtét? Honnan szedjek én össze annyi pénzt? Kérdeztem valamit. 30-40 ezer dollár. Megkapjátok, rendben, megszerzem. Nem. Mi az, hogy nem? Nem fogadhatom el. De miért nem? Majd én összeszedem valahogy. Drágám, a kenyérboltban nem lehet. Egy nagy bulit hagytam ott. Csak szólnom kell a haveroknak, hogy vegyenek be. Tiszta ügy, érted? Meg lesz a pénz. Megőrültél? Most már itt vagy, velem élsz. Nem akarom, hogy kirabolj másokat. Ezek megérdemlik. Ne félj, drágám, meg fog gyógyulni. Még mindig Louisville? Még mindig beszállhatsz. Hagyd már békén. Nem. Ne cseszegesd! Nincs rá szükségem, nem tudok neki munkát adni. Akkor találjunk neki munkát. Nagy szart! Meg akarod csinálni, vagy ne? Meg. Parancsoljon, Mr. Köszönöm, George. Rendben. Én köszönöm. Nézzük, fiúk, mi van benne. Ez a tiéd. Vedd csak el mindent. A nagyokat nézed, a nagy tétet, azt keresd. Mit találtál? Egy 600-as. 6, az már jó. 1500. Az igen, az kell nekünk a nagy szám. Na, húzunk innen a francba. Ja. Na. Csak ide. Ó, már megint a rossz sorba álltam. Ezer bocsánat. Csomper és Tiki tép az élen. Rettenetes erős rajtal és Csomper az, aki jobban jött ki a kapból. De végül Tiki tép... Ne csináld ezt velünk a 700-át! Mi a franc kell ahhoz, hogy egyszer végre nyerjük? Úgy látom, nincs szerencséjük, fiúk. Nincs szerencsénk, ez maga a halál. De szeretnek fogadni. Nyerni szeretünk. Csak azt szeretünk. Mindenki szeret nyerni. Még nem találkoztam olyannal, aki ne szeretne. Fiúk, egy tuti verseny nem érdekli magukat? Cselba, gyere be!
Ruzsidasz! Gyertek, srácok. Hallottak az ikrekről? Ikerversenyeket tartok. Ugyanolyanok, csak az egyik gyors, a másik lassú. Óriási lehetőség van benne. Ha? Én elhiszem magának, de... Hogyan? A parkban 3 hónapja a lassú verseny megy, nem rossz. De kicsi a tét. Ó, de a gyors futam az más. Ott a kaszálás. És amíg a versenybizottság nem tudja, ilyen verseny nincs is. Mit csinál? Cseréli? Bingo. Amit ajánlok, hogy itt a nagy lehetőség az olyanoknak, mint maguk egy kis kaszálásra. 10 lepedő a minimum, ha? A tét 20-25 az egyhez lehet. Aha, nálam kell fogadni, hogy ellenőrizni tudjam. Nagy pénz, he? Beszállnak? És felezünk. Rendben? Igen. 100-as maguknak, 1 pedig nekem. És mindenki boldogan megy haza. Ez jól hangzik. De mielőtt fizetésre kerülne a sor, látni akarjuk azokat a lovakat. Ó, persze, semmi akadálya, igaz? Nem probléma, meg lesz. Mondja meg, hol, mikor? Ott leszünk. Oda megyünk, jó? Holnap kora reggel. Hm? Halló? Már jönnek felfelé. Kész vagyok, csak időben gyere be. Bújjon be! Kösz a reggelit! Oda tettem egy 5-öst, a többi a magáé! Mi csak mi van itt? Írjuk ki őket és vigyük el a pénzt. Itt is van még. A disznók! Ez hamis! Szagoljátok meg! Még nedves, olyan friss! A disznók! Hé, hey, hogy jöttek be, fiúk? Mi az, fogadni akarsz? Hamis pénzzel akarsz fogadni, te állat? Egy kicsit korán jöttek, fiúk, vagy nem? Nem rossz, nem rossz. Majdnem valódi. Ez valódi? Át akarsz verni? De engem? Rendben van. Tisztázzuk csak ezt a kérdést, fiam. Te érted, mit beszél? Ezt értsd meg. Az üzletnek vége. Jól van, értem. Viszont látásra. Ó, ne olyan gyorsan. Van egy ajánlatom. Egy másik. Az az én gatyám papa. Halló, szobaszerviz? Minden rendben? Egy kis rendetlenség van itt defent, felküldene néhány törülközőt. Ettől lesz nyomdaszaga. Elhoztad az új bankókat? Ahogy parancsolta, uram. Még valamit, főnök? Ne jászd a sértődöttet, problémád van? Nagyon is fontos szereped van ebben a játékban. Igen, az. Hé. Úgy van, várd ki türelmesen a sorodat. Ha ezt együtt csináljuk, akkor kérünk valami biztosítékot. Adok én neked biztosítékot, faszfej. A te biztosítékod az én pénzem a zsebedben. Nagyon egyszerű. Minden 5. bankó az én valódi pénzem lesz a kötegben. Ha.
Ezt én is mondhatnám neked. Ha a nyomda is olyan jó, mint a papír, akkor szépen átadjátok a bulit. Ezek elég jók. Egyet kölcsön vettem tegnap, ha jó, akkor elfogadja. De ötből az egy szerinted se elég a főnyereményhez, mi, Dabudi? A nyomdás se esett a fejére. Talán egy más arány. 4-5 az jobb lenne. Persze, majd ha teljesen megbolondultam, érted? Örültünk a szerencsének. Egy faszt! Leülni! Az a nyomdász is kér belőle, igaz? De ha több kell neki, megveszem a lemezeket. Nem. Azokat soha nem fogja eladni. Talán végig csináljuk együtt. Hú, ember, érik a gyümölcs a szüretre, és mi, uraim, lenyúzzuk a törött bőrét! Ez rengeteg pénz. Honnan akarsz ennyi pénzt szerezni? Megszerzem a pénzt. Hogy honnan, az az én gondom. A többi a magáé. Minden rendben? 4 óra. Felkészültél? Persze, hogy fel. Ne kapd fel a vizet, csak kérdezz. Ne kezeljetek úgy, mint valami idiótát. Tudom, hogy mit kell csinálni. Jogi, tudom, hogy tudom. Na, kuzi, jó? Ez jó mulatság lesz. Egy kalapban. Ez az a fickó, ha? É. Még nem kötöttünk üzletet. Még nem, haver. Itt van a 200-a. Nem látom a mi részünket. Megkapod a 200-adat és beszélhetsz a nyomdászal, itt van a fickó. De hol a mi pénzünk? Pincs? Hol van a 200-am? Szép munka volt, fiú. Ez bizony 200. Itt mindenki becsületes. És mindenki tud számolni. Hát, jó magával üzletet. És ha szeretnék még egy szállítmányt venni, mi lenne az ára? Az attól függ. Értem. Hasonló feltételekkel, ha? Úgy értem, hogy a nyomástól függ. Sok minden kell hozzá, ugye, papír, meg... A papír? Ehhez papír kell. Hát igen, kell hozzá papír, kell hozzá... Tinta. Tintát is használ. Kell az is. Tinta. Különböző színek vannak, és azokhoz más-más lemez kell. Teljesen belezavarodtam. Sok mindentől függ. Az A. Az mit jelent itt? Hé, elég legyen már ebből. Az A ebben a körben. Ez mit jelent? Amerikát. Á, igen. Majdnem. Bostoni szövetségi jegybank.
Miért? Te tudtad, hogy mit jelent? Honnan a francból tudtam volna, hogy mi az? Ne engem hibáztass! Te majom, te kis minden tudó, mert te született tehetség vagy, igaz? Nekem akarod megmondani, hogy hogy éljek, hm? Te meg a fejedet a szaros seggedben hordod, igen? Nekem beszélsz, mi? Mit mondtam? Édesek, nem? A nagyvenő hamisító páros uraim! Megmondtam, nem? Fején találtam a szöget? Te rohadék! Ezt nem ússzátok meg ennyivel! Keservesen megbánod még, hogy elfertél! Hallgass, te kis mocsok! Mi? Mi? Elszaladsz a zsarukhoz? Gyerünk, rajta, tessék! Akár a zsarukhoz is elszaladhat! Szedjét megöllek! Azt hittem, hogy én verem át! Ez a kis hülye játszik velem! Te anya szomorító, kap be! Te rohadt buzerás, takarodj! Mire gondolsz, bátyom? Arra rengeteg pénzre gondolok. Lássuk, bejött-e a dolog. Elhoztam a részemet. A hülyék ide adták! Ó, ember! Mi a szar ez? Ez csak üres papír. Kicserélték a szemetek. Mit szólsz ehhez, öcsi? A Amerika. Köszöntem volna, ha nekem kell kicserélni a pénzt. Nekem csak 15 másodpercem volt rá. Pedig én majdnem az ingét is szétszakítottam, úgy rángattam magammal. Új milliómosok születtek! Igen, őrültség most abba hagyni. Ez még csak a kezdet. Nem hagyom én abba, ne vicceljetek. Dobol az agyam, érzem a vér ízét a számban. Visszajövök. Biztos tudod, hogy mit csinálsz? Kell nekik a pénz, és én megígértem. Nézd, én másztam bele ebbe a dologba, megoldom. Ennyivel tartozom nekik. Csak ne kerülj csapdába. Hé. Azzal törődj, hogy Jack főnök megkapja a pénzét. Ez fontosabb, mint a terészet. Már mondtam neked, hogy elviszem neki. Van egy kérdésem. Mondja. Bizonyítottam? Igen, bizonyítottál. Bizonyítottam, hogy a jó ötlet mennyit ér. Te azt bizonyítottad be, hogy még a vakdiszó is repülhet. Jézusom, ne! Irány az ólatokba. Egy hét múlva találkozunk. Menjél! Menjél csak! Azt hiszed, egyedül nem tudok bajba kerülni. Jövök, amilyen gyorsan csak tudok. Amikor akarsz. Kösz, komolyan. Na, eredj már! Erre gondoltam. Benzinre már nem is adsz? Na, takarodj, takarodj gyorsan! Gasz, fickó. Gyerünk! Park Place! Két hotel, $6,000 lesz. Ó, oh, ne! Ezzel vége. Na jól van, innen parkolhatsz. Megint? Oh, a franc! Mind az enyém. Hogy csináltátok? Nem is tudom, csak csináltuk. Á, nem már.
Nem lehet olyan könnyű valakit ennyire levenni. Vagy igen? Nagyon könnyű is lehet. Mondd el, hogy csináltátok. Jean. Mondd el. Halljam. A szemükbe nézel. Valahogy így? Igen. Mindent elhitetsz velük. És azt hogy kell csinálni? Hazudsz magadnak. De nagyon jól. Úgy, hogy még magad is elhiszed. A szemébe? A szemébe. Te meg mit keresel itt? Bucky küldött. Itt a pénze. Bucky hol van? Más dolga van. Más dolga? Igen. Mégis mi? Azt majd Buckyval kell megbeszélnie. Most veled beszélek. De én nem beszélek. Ilyen az élet. Egész nap alszol. Ébresztő! Mi ez a bűz? Hé! Hey! Bén disznó! Bucky. Isten hozott nálunk. Merre van? Hátul. Mi történt? Bucky! Mi a fenét keresel itt? Meghalt. Megölték. Miket hordasz itt össze? Meghalt. Valaki megölte a motelban. Mi a francot gajdolsz itt nekem? Mire visszamentem, halott volt. Megölték. Csurom vér volt minden. Meghalt, érted? Micsoda? Ki ölte meg? Elfogták? Nem tudom. Nagyon féltem, hogy engem is elkapnak. Ide jöttem, hogy szóljak neked. Senki se követett? Nem tudom. Azt se tudod? Nem hiszem, hogy valaki... Jézusom! Engedj el! Ha valaki megmozdul, esküszöm a falra, kenem az agyát! Pehed van, nagylány. Nincs benne töltény. Különben nem sütne át a nap a tölténytáron. Igen. Majd a golyó elröpít oda, ahol nem lát semmit. Mert amit nem látsz, az a töltény a csőben van. Na nézz a szemembe és mondd, hogy kinek van pehje, ember.
Velem szórakozol? Mutatok neked valamit. Na mi lesz, mondjad, halljam! A pénzem. Elviheted mind. Csak őket ne bánsd. Megmondom, hol van a pénzem. Persze, hogy megmondod, hogy hol van a pénz. Nekik ehhez semmi közük. Engedd el őket. Dehogy engedem el őket. Inkább szórakozunk egyet. Eljátszogatunk. Ehhez mit szólsz, faszikám? Kérlek, ember. Engedd el őket. Most jól figyelj. Lehet, hogy tanulsz valamit. Hé, Pet! Igen? Mondtam már neked, hogy ezek otthon kutyaszart esznek? Igen! Először azt hittem, hogy csak viccelsz, de aztán én is láttam a szart a szája szélén. Kár, hogy nincs a háznál egy kutya, mert ez a szemét feldughatná a nyelvét a senkibe. Ezt a suliban tanítják, nem? Nem, így születnek. Családi örökség náluk. Nyalt szépen tisztára, edd meg mindet. Egész életük a kutya szar körül forog, más nem is számít. Fogd be a mocskos pofát. Nézd már, egy érzékeny szarevő. Jól van. Tudod, mit csinálok veled? Te szar! Nem tudom. Most másztam ki a szarból. Ha eloldozol, hozok neked egy kicsit. Szaros szájú, gyere, itt folyik le a lábamon! Fejbe lövöm a kislányodat. Ne! A szemébe! Ne csináld! Takarítsatok ki, mintha semmi sem történt volna. Jack, kényes helyzetbe kerültem, értsd meg. Tudod, Bucky, rohadtul meg tudsz lepni néha. Most is csak ezt mondod. Fiú! Ülj a kocsiba. Nem vagyok biztos benne, hogy oda akarok. Te már döntöttél nagyon régen. Szállj csak be. Gyertek, menjünk innen. Gyere, kicsim, elmegyünk. Rendben.
Magyar hangok. Selmeci Roland, Csöre Gábor, Gruber Hugo, Kovács Adél, Kálid Artúr, Pataki Imre, F. Nagy Zoltán, Csuha Lajos, Fabók Györgyi, Kofler Gizi, Roatis Andrea. Magyar szöveg Dani András, hangmérnök Levacsics Péter, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Moképerté megbízásából a Liget stúdióban készült. Produkciós vezető Dimitrov Sándor. Young love, our love we share with deep emotion. Just one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another, there will never be another love for you or for me. Young love, young love.